Let's go. Over. No, let's go. It was like a video camera. Butcher. Becky in the factory, they all like it. Gondolom, hogy utána hogy tiszta sára váltam, basz. Mert félmeztelen vagyok. Az előző jobb volt. Bocsánat, nem mondták, hogy ne fékeljen. Múltkor elég nagy partiba volt Csomó Zsolt motocross versenyzőbe. Tehát csak oktatás volt? Aha. Nagyon jól ment azzal a kis új motorra. Azt hiányolom neki, amúgy. Micsodát? Tanítom, ugye én vezetője. Mióta tréningeznek? Hát amióta megvan a szeg a motorja, olyan 7 hónapja. Aha. Szeg kicsit ezeket a lelkes amatőröket, mert amúgy Laci is nagyon ügyes fiú. Aha. Hát de most kezdtem én. Ahhoz képest nagyon. Látja maga is, hogy ezek szépeket, igen. Csak ezzel van a gond, nem? Tehát Azzal a kis plusszal. Végig egy keréken megy a mikrofon. Visszafele. Hát viccen. Most azért nem látszik, hogy azért. Látja magát benne azért, vagy azért annyira még... Igen. Ilyenkor nem. Igen. Kicsit fújunk, Laci. Igen, az instrukciókat. De akkor miért nem szól rá? Maga az edzője. Állja. Ha érzi magában, hogy benne van az emberbe, akkor muszáj egy kicsit hagyni. Hogy bontakozzon ki, nem? Van. Jó lesz az. Ilyenkor, hogyha megcsinál... Sűzi rám a napsugár, tengerszínű, kék az ég. Ilyenkor, amikor megcsinál egy ilyen feladatot, akkor... Valami jutalom, hát esetleg... Sport. Az utolsó jó volt. Csak... De szólj rá! Állj! Szabad egy kicsit fegyük el. Na, nem. Most kell. Most van vége. És magának az eredményeit esetleg felsorolnál, legyen szíves? Nem tudom felsorolni. Hát ugye fontosabb. Az X-Games, azt így 15-ször nyertem zsinórba. 15-ször? Azt hiszem, hogy elődnék. Az elég komoly. Persze. Pastrana, mi a véleménye? Lófasz? Kicsit ilyenkor az izgó azért olyan, mintha a fia lenne, nem? Tehát egy tanítvány azért az sok felelősséget kíván. Sétáljuk visszafele, mert ja, értem. Van tikkazva a torkom, és ilyenkor már az embereim szokták hozni a vizet, mert nekem erre is külön embereim van. Ja, értem. Aha. Csak... most nincsenek. Csak itt szabadság. Bocsánat, pillanat. Igen? Elnézést. Mert én közben mondtam magának. Bocsánat, tehát erre is emberei van. Régen, aki ezt megmerte velem csinálni, mint maga, a Szent Háromság temetőben azóta ott nyugszik. Ez a nem volt. Tényleg elnézést tudom. Bocsánat. Nekem mindenre embereim vannak, csak most az embereimnek mondtam nekik, hogy menjetek. Á, fiúk, mondom, menjetek egy kicsit nyaralni. Kis holiday. Hát elküldtem őket Hawaii-ra, tudod? De maga, tehát a maga, vagy 15 magángépen, az egyik legfullosabb.
nem volt az olyan drága, 17 milliárd euró volt. 17 milliárd euró? Aha, kicsit fullos ez a repülő, azt de mondjam, nagyon jó, tényleg. Aha. Táncos lányok, meg... Hát, minden, igen, igen. A csapatát az mikor alakított egyébként? Mikor? A csapatom most már. Hát most mondta, hogy elküldte őket nyaralni. Hát ők az embereik. Ja, ja, tehát ők nem a csapattagé? Nem. Ismerősök. Én kiteszek egy egész csapatot. Ugye, azt az ilyen? Na, én szület arra jönni légy. Jó, bocsánat, csak a videót, felvétel. Felvételt csinálhatok? Mentora. Jó. Na, tehát igen. És mennyi időre mentek most? És ön miért? Hogy nem ment velük? Vagy hát, ők külön? Nem kell a Lászlót. Ja, Lászlót. Tehát nem kell. És akkor... Nem mondom, nem megyek. Nem volt kedvem most. Minden hétvégén ott volt. Havajon, ugye van, vagy 10 nyaralom ott, 4 hotelem. Felhők arcolóim. Vagy 10. Mindenfele. Jó, most már leállíthatja a videót. Éppen elég volt. Jó, rendben. Köszönöm szépen az interjút. Viszlát. Viszlát.